Képzeld, ma van a Nemzetközi Paróka Nap. Ezt az ünnepnapot egy dán paróka cég indította el, hogy egy kicsit feldobják a szürke hétköznapokat. De van, hogy a kamu hajviselése csak egy újabb napot jelent a mókuskerékben a következő sztárok számára biztosan, ők ugyanis pontosan tudják, milyen, amikor nem a saját hajukat látják viszont a tükörben egy-egy munkanap során. Te azonban még csak észre sem vetted, hogy parókát hordtak a filmjükben. Scarlett Johansson. Abban a pillanatban, hogy Scarlett Johansson megjelent az MCU-ban a Vasember 2-ben Natasha Romanoffként, parókát hordott. És onnantól kezdve folyamatosan. De ha belegondolsz, ez nem is annyira meglepő, hiszen senkinek nem volt annyi különböző fazonú, stílusú és színű frizurája, mint a fekete özvegynek olyannyira, hogy gyakorlatilag csak a hajáról fel lehet ismerni, melyik filmet is nézed éppen. David Harbour. Most nagyon meg fogsz lepődni, a Stranger Things-ben annyira figyelnek a 80-as évek hiteles ábrázolására, hogy több mint 150 parókát használtak el csak a második évadban, viszont, és ez még megdöbbentőbb, ebből jó párat a Hoppert alakító David Harbour viselt. A színész ugyanis teljesen rövidre borotválta a haját, amivel kisebb szívrohamot okozott a sorozat vezető hajstlistjának. Keira Knightley. Keira már a 90-es évek óta a mozik egyik legnagyobb sztárja, és már szinte mindenkit is eljátszott, akit lehetett. Viszont minden új karakter új külsőt kíván, a rengeteg változás pedig elkezdte nagyon durván megviselni a fürtjeit. Annyira elmérgesedett a helyzet, hogy konkrétan hullani kezdett a hajam. Úgyhogy az utóbbi 5 évben már kizárólag csak parókát viselte, aminél jobb soha nem történt a hajammal, mesélte még 2016-ban a színésznő. Javier Bardem. A Daniel Craig-féle James Bond korszak egyik legfélelmetesebb gonosztevője egyértelműen a Javier Bardem által alakított Raúl Silva volt a Skyfall-ban. És ehhez nagyban hozzájárult a creepy platina szőke paróka is, ami gyakorlatilag teljesítette az összképet. De képzeld, ez olyan szinten így van, hogy mikor a kollégája, Ralph Fiennes meglátta Javiert sminkben és a hajjal, az eredmény annyira félelmetes volt, hogy még ő is megijedt tőle. Tessa Thompson. Arról biztosan te is hallottál, hogy Tom Hiddleston gyakran hordott parókát Lokiként, de azt tudtad, hogy rajta kívül a Thor, Ragnarökben még a Valkürt megformáló Tessa Thompson haja sem volt igazi. Egészen elképzelhetetlennek tűnik a sok fonatból álló frizurája miatt, pedig tényleg így volt. Tessa ugyanis paróka nélkül rövid, milyen narancs hajjal virított volna a mozikban, mivel előtte a Sari Teo Better You című filmet forgatta. A megoldás pedig azért sikerült olyan életűre, mert a Disney nem kevesebbet, mint 10 000 dollárt fizetett a parókáért. Forrás, BuzzFeed, Nikki Swift. Még több izgi kulisszatitokért olvasd tovább.